Welcome to Ice Hockey UK TV in association with McDonald's. And we're here again at Jegpalota, the ice centre in Budapest, standing on the Great Britain bench. We're just in 20 minutes time or so, Great Britain will come onto the ice for their warm-up against the home team from Hungary. The ice centre pretty quiet at the moment, but as we saw in yesterday's game, it will be a packed house full of Hungarian fans. A lot of noise, great atmosphere, and just some extra pressure for Great Britain to face. We've got highlights coming up of the game against Hungary. News, of course, from the Great Britain camp this morning. Cole Schuderer are ruled out for the rest of the tournament, so one player down in the Great Britain squad. Other than that, all 21 raring to go against Hungary. Here's your action. Ez azért is fontos, mert Kovács Dávid, a mi kapusunk, rendkívül jó teljesítményt nyújtott az olaszok ellen, és akkor térjünk is rá a mieink mérkőzésére. 5-2-re nyertünk Olaszország ellen, egészen zseniális. És már kis Roland hosszatja az ellenfél támadó. Harmadában vagyunk, és egy védés után tegnap két gólpasszt is adott Stipsic. Ott van még a korong, be lehet tenni, még nincsen bent. Ott pattogott a brit kapus előtt. Csapatának az. Na és most Dagemet. Ott van Fejes is. És Fejes nagyon szépen védekezett. Támadhatunk le, akár 2-3-ban, 2-4-ben is mehetünk. Kis Patrik. Távoli lövés, ott a kipattanó el lehet vállalni, nincs bent. Reni Körk. Teljesen üresen indulhat meg a bal szélen a brit játékos. Gyönyörű a blokk. Stipsic blokkol. És az imént rosszul mondta. Vértes. Csak révész volt az. Még Bence. Kis Zsombor. Révész, ott a helyzet, gól! Vezetünk! Sági Martin góljával 1-0! Így kell kihasználni egy emberölönyös szituációt. Alapvonal mögül visszatett korong középre. És megvan a magyar vezetés. Szik még a brit védők között. Ott van az újabb szituáció. Fonákkal lehet tenni gól! Rögtön az első gól után megvan a második magyar gól is. Erről van szó. Kizökkentettük a briteket. Körk, Dagen. Hatalmas ütés. Lent is marad a brit játékos. Tegnap láthattuk, aki nézett minket, hogy kiesett ott az egyik elem a palánkból, most egyelőre ez nem történt meg. A megkerülőssel nagyon szép a palánkról visszatett korong, elcsúszik egy védő, és ott a harmadik! Ott a harmadik gól, Sági, micsoda szóló! Sági ma... Knags, elövi. Ott a kipattanó, és a kék területről eltüntettük onnan a brit centert. A másik oldalon Knax teljesen üresen van. Körk elővi, Kovács nagyon jól figyelt. Megint egy kis dulakodás, nem is kicsi. Érthetően frusztráltak a britek, hiszen nem ilyen kezdésre számítottak. Tavaly ugye bronzérmet szereztek. Bruno, Kreis Bruno. Fonákkal el lehet azt még lőni. Elakad azonban a brit kapusban. Más befordul még, eladja. Ott a passz mellé száll. Visszatett korong, és ott pattog még. Be lehet azt tenni Fonákkal, nem? Megvan a korong, Sági lövi el. Középre ment. Reni Már ismét véd. Mellé jutott ott a magyar védő. Jöhet a kontratámadás, és ismét véd. Kovács Dávid. Jó, a tovább tett korong, ott a lehetőség, az viszont akadályozás. Így is van. 14-es száma Luke Johnson volt az. Sajnos. Aki... Kis Patrik. Fejes. Kis lövi el, és ott a negyedik magyar gól! Egy távoli lövés, és már lábai között, mellett.
Antonov, Körk, ez csemege volt, kérem szépen, Kovács harmadban kivédekeztünk egy ilyen szituációt, reméljük, hogy most is sikerül ezt véghez vinni. Knags, Knags lövi el, Kovács véd, bravo, szabad, volt jó, és most egy az egybe mehet, ott a gól, sajnos elváltottuk magunkat, nem volt, aki visszaérjen a támadással, és így a britek megszerzik a szépítő gólt. Conor Glassop volt az, aki meglépett itt a bal szélen. Ott a lehetőség, lehet lőni! Nincsen bent még mindig! Vérteshez kerül vissza. Piszkálni a magyarok, kettő az egyben jöhetnek a britek. Duggan leadja Bluesnak, Blues! Szépet védett Kovács! De azért védett szépet, mert vízi akadály. Mehetnek a britek, megint hátraért valaki. Nagyon fontos volt ez a szerelés is. Beérjünk a harmadba. Stipsic. A lehetőség és egy lövés már fogja. Na és akkor most mehetünk. Kettő az egy-egy szituációt alakíthatunk ki. Ott a középre tett passz, nincsen benn. Egy szemvillanás alatt megindult a magyar támadójáték, és ezzel zárul a második játékrész. Lenne most a cél, én úgy gondolom, a harmadik harmadra. Meg kéne tartani ezt a három gólos előnyt. Stubbly. Módon. Megint Billing. Griffson ellövi, Kovács. Henderson elhozza, Goodison. És akkor most egy lövés, Kovács véd! Garátnál a korong. Lete. Fejes, kis Patrik, ott a lövés, kipattan, nincsen gól! Ő próbálkozott előbb az egyébként. Körk indulhat meg, Liam Körk léphet ki a britektől. Egy az egybe, Kovácssal szembe, Kovács! Óriási bravúr, de ott van még a lehetőség Körk előtt. Góltól mentett most meg minket Kovács Dávid. Korong ezzel, vigyázni kell, Pound. Knags lövi el, Kovács megint. Duggan, megint ott van Körknek, a rövid fölsőt vette célba, de nem sikerült kaput találnia. Nagy Ákos probléma akadt, Vértes indulhat meg közben. A bal szélen hatalmasat kap Luftól. Néma marad azonban a játékvezetők sípja. Sági. Megint Sági. Sági. Ott cselezget, már bent fekszik a kapujában. Kettő az egyben mehetünk, nagyon kinyíltak a britek. Kis Zsombor ellövi, ott a gól! Kis Zsombor is betalál! Így kell befejezni egy mérkőzést, kérem szépen! 5-1-re vezetünk! Az olaszok után a britek is megkapják a maguk ötösét! Liam Körk 16-ossal, ő az, aki átveheti a legjobb játékosnak járó díjat. Brit részről ő mozgatta igazából a támadásokat,